Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: szeretnél a főnöködre hasonlítani, amikor a helyében leszel? Én írtam az Ingatlanos Álmok könyveket, enyém az Ingatlanos Álmok klub, illetve január 16-án lesz az első 100 millió forintom ingatlanra. Megmutatom, hogyan szeded össze, és hogyan lesz a kezedben, meg a másik kezedben is. Vagy egy kézben nem fér el, talán 10 milliót lehet most már összefogni, ugye 20 ezresekbe. Kipróbáltam, tehát tényleg össze lehet annyit. Ami a vélemény, a lényeg ennek az egész videónak, hogy ezt gondold át, mert nagyon sokan hajtanak egyre nagyobb és magasabb pozíciók felé. Ezt nyilván alkalmazottként tudjátok elsősorban megtenni, mert vállalkozóként én vagyok a csúcson, és ez ilyen egyszerű a helyzet. De nagyon sok alkalmazottban látom, hogy ők ezt csinálják, és ilyenkor, mikor erre hajtasz alkalmazottként, hogy én akarok a, mit tudom, ilyen vezérigazgató lenni, vagy én akarok a nem tudom, milyen osztályvezető lenni, vagy osztályfőnök akarok lenni az iskolába, tök mindegy, hogy azzal, aki most ott van, azt nézd meg, hogy te akarsz-e cserélni vele. Abban nem nagyon reménykedj, hogy te sokkal jobban fogod csinálni, és akkor minden más lesz, meg szebb lesz, és ez neked happy lesz, mert nem biztos. Azzal viszont érdemes ilyenkor kalkulálni, hogy lehet, hogy te is ugyanúgy frusztrált leszel, ugyanúgy cseszegetnek föntről, rúgnak föntről, nyalnak alulról, az még lehet, hogy még élvezni fogod, tehát a fene tudja. De ezt tedd fel, ezt a kérdést magadnak, hogy amikor igenis egy pozícióra hajtasz, hogy azzal az emberrel, aki most ott van, igazából cserélni akarsz-e? És én ahogy elnézem, sokan ezt a kérdést nem teszik fel maguknak, és ugyanúgy belefásulnak. És volt egy nagyon érdekes történet, ez egy állami szerv, inkább most nem is mondom, hogy melyik, ez mostanában volt egy fél éven belül, hogy egy nagyon magas vezető pozícióra kerestek embert, kívülről nem nagyon találtak, ezért elhatározták, hogy belülről fognak akkor embereket felhozni és előléptetni, hisz ők ismerik az egész rendszert, a működést, tehát hogy akkor onnan megoldják, és ha hiszitek, ha nem, nem tudták belülről megoldani. Lehet, hogy azok az emberek már egy kicsit okosabbak voltak, és azt mondták, hogy én nekem ez nem kell. Ők ugyanis azt látták, hogy a legfelsőbb vezetőket, akik mondjuk úgy, hogy általában szinte az életüket is beletették abba a történetbe, hogy bizony szívfájdalom nélkül kirúgták, amikor eljött az ideje. Ezek nyilván egyébként abban a szituban politikai döntések, és ott kipöckölnek, és rohadjál meg, és ennyi volt a történet. És ők ezt látták, és ezt nem akarták. Nyilván a felső vezetők, akik keresték az embert, nem is értették, hogy arra a pozícióra senkit nem találnak, nem értették. És most akkor elmondom, ez volt az oka, még ha a szervezetet nem is jelölöm meg, hogy azt látták, hogy aki ott van és tényleg beleteszi az életét, a szívét, lelkét, amikor eljött a politikai döntés ide, simán kirúgták, szívfájdalom nélkül kizsigerelték, ha kell, és ez nem tetszett senkinek. Jó? Úgyhogy őnekik volt elég eszük hozzá, és én azt mondom neked, hogy ezt szerintem te is ilyen szinten nézd meg, hogy az a pozíció, amit kinéztél magadnak és ami felé tartasz, hogy igenis érdemes-e azt a pozíciót elnyerni, vagy lehet, hogy azt kell csinálnod, hogy figyelj, inkább Isten áldjon mindenkit, inkább leszek akkor sima magánvállalkozó, vagy csinálok egy céget, és akkor tényleg önmagamért fogok dolgozni, és önmagam álmait fogom megvalósítani. Úgyhogy talán ennek a videónak ez az egy üzenete van, és ez valóban megtörtént eset. Mostanára egyébként, ha értelésülésem helyesek, most már találtak rá valakit, nagyon-nagyon messziről jön, és az eddigi tapasztalatok alapján lehet, hogy csak egy évig marad, és utána őt is félrepöckölik, csak ő ezt még nem látja. Úgyhogy, ha viszont valóban ez lesz egy-két éven belül, akkor én erről fogok videót csinálni, ezt megígérem, és elmondom, hogy amit ő nem látott, és én ebben a videóban elmondtam, hogy az bizony sajnos megvalósult, és ez neked is, ha éppen alkalmazott vagy, és kicsit följebb törsz, mert tele vagy begyvágyjal, ezzel semmi baj nincsen, de nézd meg, hogy az tényleg a te helyed lesz-e. Oké? Úgyhogy várlak sok szeretettel az első 100 millió forintod az Ingatlanra című előadásomon január 16-án, és iratkozz fel a hírlevelemre, és ott kapsz értesítéseket még. Szia!